Buen vivir, azaz jó élet, de nem az egyén jóléte, hanem a közösségi. A szlogán arra hívja fel a szociális munkások figyelmét, hogy a valódi jólétet helyezzék előtérbe, amely a közösségben és a természettel való harmóniában gyökerezik. A Szociális Munkások Világszervezete minden év márciusában közzétesz egy felhívást, egy üzenetet, és arra kéri a világban a szociális munkásokat, hogy e köré, az üzenet köré szervezzenek programot és ünnepeljenek. És hát mi 2014 óta itt a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karon minden évben megszervezzük a Szociális Munka Világnap programját, így ebben az évben ez a 10. alkalom. És ugye most a fenntartható jövő, és hogy ezt a fenntartható jövőt, ezt közösen kell kialakítanunk, illetve megélnünk, és majd átadni a következő generációk számára. Szóval most ez itt a központi témája a világnapnak. Az ünnepségen a kitüntetések átadása mellett a szakemberek megbeszélhették többek között a hazai felzárkóztatási tevékenységek tapasztalatait, a segítő szakmában dolgozók munkájának jelenlegi helyzetét, valamint a szociális és gyermekvédelmi területeken szükséges társadalmi felelősségvállalás fontosságát is. Ha Kelet-Európát vagy Magyarországot nézzük, akkor relatíve fiatal szakmáról beszélünk, mert hogyha kitekintünk mondjuk Nyugat-Európára, vagy főleg az Egyesült Államokra, ott már több mint 100 éves hagyománnyal rendelkezik a szociális munka. Mi megindultunk valamikor 1990 körül, és még akkor se szociális munkásokkal, hanem a képzéssel indultunk. Tehát igazából az első végzett szociális munkás évfolyam az 1994-ben lépett ki a területre. Azóta nagyon sok újdonság született meg, részben azért, mert megszülettek azok a jogszabályok is, amelyek a szociális munkát hivatottak képviselni, illetve a szociális ellátásokat. Lassan nincs az életnek olyan területe, ahol ne találkoznánk szociális munkásokkal. A családsegítés, gyerekjóléti szolgálat, gyermekvédelem mellett ott dolgoznak az idősellátásban és az egészségügyben is.